Hatalmas felháborodást okozott az a videó felvétel, amit még a nyár elején rögzített a szolnoki kalandpark egyik biztonsági kamerája. A videón az látható, hogy egy csoportvezető úgy megrúgott egy 7 év körüli kisgyereket, hogy az megpördült és a fejére esett. Az egész országot megbotránkoztató ügyben a rendőrség lezárta a nyomozást és átadta a dokumentumokat az ügyészségnek. A nyomozóhatóság 2024. augusztus 16. napján befejezési javaslattal küldte meg az ügyet a szolnoki járási ügyészségnek. A büntetőeljárási törvény ugyanakkor rendelkezik az iratmegismerési jogról, ami azt jelenti, hogy ezt a jogot az eljárás során folyamatosan és oly módon kell biztosítani, hogy az eljárás valamennyi ügyiratát, a gyanúsított és a védő a vádemelés előtt legalább egy hónappal teljes terjedelmében megismerhesse, és bizonyítási indítványait, észrevételeit megtehesse. Természetesen arra is lehetőség van a jogszabály alapján, hogy a gyanúsított és a védő ennek az egy hónapos időköznek a rövidítéséhez vagy a mellőzéséhez hozzájáruljon. Ebben az ügyben az történt, hogy 2024. augusztus 27. napján ismerte meg a védelem teljes terjedelmében az ügyiratokat, és úgy nyilatkozott, hogy nem járul hozzá ennek az egy hónapos időköznek sem a rövidítéséhez, sem a mellőzéséhez. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy 2024. augusztus 27-ét követő egy hónapon belül jogszabály szerint nincs törvényes lehetőség vádemelésre. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy ahogyan említettem, az iratmegismerést követően a gyanúsítottnak és a védőnek lehetősége van indítványokkal élni, észrevételeket tenni, melyeket az ügyészségnek kötelessége megvizsgálni. Ebben az esetben az ügyészség úgy is dönthet, hogy bizonyítási indítványnak vagy észrevételnek helyt ad, azt megalapozottnak találja, és akkor visszaadja a nyomozóhatóságnak az ügyet, és rendelkezik további nyomozati cselekmények elvégzéséről. Ocsovai Ágnes hozzátette, hogy ebben az ügyben sem az ügyészség érdemi döntésre nyitva álló határideje, sem az egy hónapos időköz nem telt még le, így érdemi döntést még nem tudtak hozni. A férfit kihallgatta a rendőrség, azonban nem ismerte el felelősségét és bűnösségét, illetve tagadta azt, hogy bármilyen, akár fizikai, akár pszichikai sérelem okozására kiterjedt volna a szándéka.